Az értékelvű politizálás színteleként szolgálhatnak azok a politikai alapítványok, amelyek 2003 óta működhetnek Magyarországon, hiszen hidat jelentenek a következő generációk és nemzetközi kapcsolataik révén Európa felé is, emelte ki Dávid Ibolya az MDF kerületi irodájában tartott ünnepségen. Az eseményen megemlékeztek Antal József halálának évfordulójáról, és megnyitották azt a helységet, amelyet a rendszerváltás utáni első miniszterelnök nevét viselő alapítvány használ ezentúl. Az Antal József Alapítványt az MDF alapította, és ennek megfelelően az MDF-hez közel álló, de attól függetlenül működő alapítvány, amelyik eddig is működött, csak most költözött ide a 14. kerületbe. A tevékenységi köre pedig képzés, oktatás, szakmapolitikai anyagok készítése, és természetesen egy találkozási pont, ahol találkozhat politika és állampolgár, politikus és a tudomány, a gazdaság képviselője, ahol találkozhat a választópolgár azokkal, akiket adott esetben választani szeretne, és olyan magasztos célokat követünk egyébként munkánk során, mint a magyar közélet színvonalának az emelése. Akkor ezek szerint a szimpatizánsokat várják? Nem csak, mert fontosnak tartjuk a párbeszédet, a demokrácia az egy folyamat, a párbeszédnek a folyamata, és párbeszédet pedig nem mindig csak azokkal folytatunk, akikkel egyetértünk. És egyébként pedig, ha a környezetünkben a normális Magyarországot hirdetik, propagálják, akkor mi ebben élen kell, hogy járjunk, hogy mi is a normális és párbeszéd képes munkát folytassunk. Az állampolgárok fülét biztos megütötte a képzés és az oktatás. Milyen területen tevékenykednek? Elsősorban fiataloknak kínálunk közszereplő képzést. Ha valaki a saját környezetében a közügyeket befolyásolni, irányítani szeretné, ehhez próbálunk mi egy felkészítést adni, ez nem politika specifikus, de nyilvánvalóan, hogy elsősorban a baráti ismeretségi körből kerülnek ki a hallgatóink, de nyitottak ezek a programok egyébként mindenki előtt. Az MDF 11. kerületi szervezete továbbra is kap itt helyet. Itt élünk, itt dolgozunk, itt működünk. Akkor hogyan jött az ötlet, hogy egy alapítványnak adják át ezeket a termeket? Meglehetősen nagy terhet jelentett már ez a helység számunkra. Nagyon magas volt a bér, egyrészt az önkormányzat felé fizetendő, másrészt pedig a közüzemi terhek. Keresni kellett egy hozzánk közel álló, tőkeerős alapítványt, őbennük találtuk meg ezt. Tervezik azt, hogy esetleg közös programokat vagy eseményeket szerveznek? Természetesen, hiszen ennek már volt látható előzménye, és lesz folyamatosan, egyre magasabb szintre kívánjuk hozni ezeket a rendezvényeket, külföldi és magyar neves előadók és politikusok természetesen. Egyébként tervezzük Buszai Erzsébet meghívását, az egészségügyi biztosítói törvény értelmezése legalábbis a mi oldalunkról megtörténjen a választópolgárok felé.